What are your tonics? Sir. Brass. He's one of those Ritzies. Patrol's coming in! Fire! Cover! Fire! Get covering fire! Covering fire! Run. Come on. Takarják le. Amerikai hadosztály főhadiszállás. Jó reggelt, százados! Őrnagy! Alexander tábornok beszélni akar önnel. Történt valami? Nem tudom, de fontos dolog lehet. Ezeken a területeken lehetetlen az előre nyomulás. Beástuk magunkat. Ha továbbra is így folytatódik, az utánpótlás nagyon nehézkes lesz. Vigyázz! Pihenj! Tábornok, ezredes! Nos, három hadosztály, két amerikai, egy francia, támadást indítanak az Argon szektorban. A 77-esek feladata behatolni és megtisztítani az Argon erdőt. Mit lesz, őrnagy? Uram, a zászlóajával elfoglalja majd és tartja a Charlevo malmot. Tábornok úr, kérek engedélyt beszélni, uram. Őrnagy? Ma reggel egy egész szakaszom oda veszett ott. Ezek elfogadható veszteségek, őrnagy. Ezredes. Tűzérségi jelentések, uram. Elfogadható veszteségek, uram. Egy ilyen támadás felír egy öngyilkossággal, ha nem készülünk fel. És a többi tiszt vajon miért nem ellenzi a támadást? Önnek talán háborús hadviselést is tanítottak a jogi karon? Tábornok, időre lenne szükségünk. Kevés az étel, a lőszer és a gyógyszereink is. Ki a felelős ezért? Jól ismerem az ön humánus nézeteit. Őrnagy. Úgy érzem, mintha legbelül túl büszke lenne ahhoz, hogy harcoljon. Az eféle gondolkodás csak gyengíti a nemzetünket. Vagy talán valami más jár a fejében? Elvezetem az ászlóaljamat az Argonba, de kétlem, hogy bárkit is lát még közülünk.
Most majd kiderül, mire is képes a csatatéren egy New York-i ügyvéd. Százados, hozza az újoncokat. Minden emberre szükség lesz. Igen, úgy lesz. Ezek a madarak olyan gyengék, hogy 10 méter is lezuhannak. Bátor ifjainknak, az Angol Madarász Szövetség hölgytagozatának üdvözletével. Hé, cimbora, te hazamehetsz. Te vagy a legkisebb közöttük. Ne aggódj, Serani. Vigyázok rád. Van egy cigit? Van, de neked nem adok. Még azt hiányzik, hogy megfulladj itt nekem harc közben. Léghadnagy? Igen, uram. McMurtry százados. Üdv a 308-asoknál. Százados, ez valami tévedés lesz. A texasiaknál lenne a helyem. Ezek a srácok New Yorkiak. Egy szót sem értek a fura városi szövegükből. Nem kell megérteni őket, hadnagy. Elég, ha ők értik magát. Most olvassa a népsort, aztán szálljanak fel. Etan, etan nasikos. Yoder. 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 La pasta. Lipasti. Krotoshinsky. Hé, a New York-i srácok miért hívják egymást Pajtinak? Te honnan jöttél? Big Fork, Montana. Azt nem ismerem. Nem tudtam, hogy már az almazabálókat is besorozzák. Ezt meg hogy érted? Hé, ezt hagyd meg a fricceknek. Mit mondod? Hogy szerintem még a hidat is eladná neked. Melyiket? A Brooklyn hidat. Mégis melyikre gondoltál? Miféle hadsereg ez? Ide jövünk a világ végére, és ilyenek mellett kell harcolnunk. Hé! Hé, nyugalom! Te jó ég. Gáz. Lassíts! Hé, hey, Rosen, csepeljá! Szálljanak fel, a frontra megyünk! Mi nem, uram? A Pajtik épp a fogdába kísérnek! Az őrnagynak mindenkire szüksége van, magukat is beleértve. Mi a bűnük? Éppen egy örömtanyára akartak bejutni, amikor elkaptuk őket. Ők lesznek a legtisztább nyavajások a lövészárokban. Mi folyik itt, uram? Ünnepi díszmeretre készülünk, Párizsban. Hozza az összes kitüntetését! Most keressenek maguknak egy helyet, de ajánlom, siessenek vele. Hé, hey, ez nem kacsavadászat. Figyeljenek, a fricek általában napközben támadnak. Éjszakánként csak őrjáratokat vagy felderítőket küldenek, velük én is elbánok. Most csak pihenjenek, egyenek valamit. Holnap jön a valódi kiképzés. Menjen már! Ez nem is olyan rossz, ha? Egyszerűen csak meghúzzuk magunkat. Igaz, öreg? Köszönöm. Nincs baj a fiúkkal? Nincs. Ezek kemény fiúk. Mit gondol a tábornok tervéről? Hivatásos katona vagyok. Az a dolgom, hogy nem érlegeljem a parancsot. Ezt ne halljam többet, százados. Csak azon járjon az esze, hogyan vegyük be a Charlevo malmot, anélkül, hogy belehalljunk. Ellenőrzöm az újoncokat. Őrmester? Uram! Hadnagy! Jó reggelt, uram! A fronton nem szalutál! Sajnálom, uram. A katonáim naponta borotválkoznak. Sajnálom, uram. Folyton elnézést kér.
tudja, tegnap este későn értünk ide, és... Kifogást keres, vagy magyarázkodik? Azzal itt nem sokra megy. Keressen szállást maguknak. Az emberei kapjanak ételt és elég lőszert. Figyeljen az egyenruhára. Húzzon fel száraz zoknit. Húzza meg a sisakját. Léghadnagy, üdv a 308-asban! Ez a francia szó! Sosá! Egy rakás ócskavas, ne használj! Hagyják Henchmerre és Hallingshead-re! Kihagyjuk a tankokat és az aknavetőket! Úgy is kevés van belőlük! Mi a sávzabálók vagyunk! Talajegyengetők! Gyalogság! Istenem, segíts! Ez csak egy petárdaárus egyszerű játékszere volt! Német tüzérség! És ez itt a lényeg! A tüzérségi lövedék! Ha mi lőjük ki, az jó! Ha ők lövik ki, az rossz! A sárzabálóknak ismerniük kell a különböző lövedékeket! Ha azt hallják, hogy fütyülve jön, az a nagy öreg! Bukjanak le! Néha az öreget elkíséri a barátnője is, Minnie Warfer! Minnie Warfer! Az ő hangja olyan, mint a kukoricárus lányoki a 10. utcában. Inkább olyan, mint a BRT tüzelés közben. Szóval nehéz felismerni őket, ezért ha ilyesmit hallanak, azonnal hasonljanak le. És akkor túlélik. Hát más is van a túloldalon, mint Jack Johnson vagy Síros Willy. Taposóaknák, repülőbombák, gépfegyverek. És kézigránát, mint éger a csillag. Igazán egyik sem fontos, mert a vége úgyis ez. Amikor először találkoznak egy sárzabáló fric kutyával, akinek ilyen van a puskája a végén, hát bökjék bele a magukét! Mielőtt még ő tenné meg. Ezt jegyezzék meg! Jó reggelt! Százados! Százados! Százados. Szóval akkor bukjunk le, ha vonatfütyre hasonlít? Vagy az, amit nehéz felismerni, és a hangja olyan, mint egy teáskannáé? Szó sem volt semmiféle teáskannáról. Nem is teázom. Milyen hangja van egy kannának? Csend legyen! Értettem. Beszélne Lickkel? Igen, ránézek. Aludnia kéne, őrnagy. Később. Százados, emlékezzen, mit mondtam délután. És sok sikert. Hadnagy. Százados. Az őrnagy jól magára szállt. Igen, alaposan, uram. West Pointi? New York-i ügyvéd. Nem hittem volna, uram. Hát, higgyel én sem. Egek, micsoda szerencsénk van. Szörnyű lenne úgy hazamenni innen, hogy egy történetet se tudjunk elmesélni a gyerekeinknek. A hőstetteinkről. Ha kilép innen, válasszon egy fát és csak sétáljon oda. Ne nézze, hol a többi katona. Jó emberek követik magát. Először 10 lépés, és megint 10. 10 lépés. Egyszerre csak 10, és könnyednek tűnik majd az egész. Na és a németek? A fiúk tudják, mi a dolguk. Hamarabb rájön, mint gondolná. Nagy részük még sosem harcolt ezelőtt. Igen, ez nem véletlen. Maga sem volt még csatában. Még sohasem. Ezért vezeti maga a katonákat. Így majd elsőként ér a célhoz. Tehát maga lesz ott a legtapasztaltabb, és segíthet a többieknek. Igen, így van. Ugye? Minden rendben lesz. Thank you.
Szuronyd fel! Szuronyd fel! Szuronyd fel! Szuronyd fel! Miért nem haladnak előre a csapatai, ezredes? Tábornok, az egész frontvonalon harcban állunk az ellenséggel. A legtöbb parancsnok a saját szárnyait védi. Mindenütt erős ellenállásba ütköztünk. Maga, írja le! Egyedül a főparancsnokság határozott parancsára engedélyezett a visszavonulás. A vonalakat mindenáron tartaniuk kell. Nem hátrálhatunk meg. Támadunk!
Kerülje meg a géppuskafészket és iktassa ki! Értettem! Gyerünk, utánam! Ez meg hová megy? Talán lát valamit. Gondolod? Rurorville is rác, erdőben nőtt fel. Felétek volt erdő? A Unionon voltak fák. Az nem ugyanaz. Gyere, mozogj! Itt maradunk! Maga! Rohanjon vissza! Mondja el léghadnagynak, hogy hozza fel a szakaszát! Parancs! Német főhadiszállás Argon erdő. Zwei amerikanische und eine unberittene französische Kürassier-Division greifen an diesen drei Punkten an. Die Franzosen, wie zu erwarten, gehen mit Methode vor. Die Amerikaner dagegen wild und ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Unser Reservekorps ist auf dem Weg zur Front. Innerhalb der nächsten zwei Stunden müssten wir Stellung bezogen haben. Wie schätzen Sie die Lage ein? Aus den Erfahrungen von Château Thierry und Bellowood wissen wir, dass diese Amerikaner sehr schwer einzuschätzen sind. Sie ziehen sich nie dann zurück, wenn sie sollten. Wie rücksichtslos von Ihnen, Major. Die Amerikaner werden sich nicht freiwillig aus der Argonne zurückziehen. Wir müssen sie da rausjagen. Százados? Hadnagy! Készüljenek az ellentámadásra. Tartanunk kell a pozíciónkat. Igenis. Hogy hívják? Lipaszti közlegény, uram. Hol tanult meg így futni? Régebben gyakran jártam az Írnegyed környékén. Arrafelé nem sétálhat csak úgy az ember, uram. Örülök, hogy a földieim nem kapták el a grabancát. Most jöjjön velem, maga futárom. Igen, uram. Whittlesey komoly veszteségeket szenvedett. Azonnal vissza kell vonulnia. Whittlesey, itt Alexander tábornok. Miért nem támadnak? Egyedül vagyunk. Nincs támogatás a szárnyakon, tábornok. Ez azért van, mert a többiek már maguk előtt járnak. Hátráltatja a támadást, őrnagy. Haladjanak tovább. Biztos benne, hogy nem vonultak vissza, uram? Hallotta, parancsot kapott katona. Teljesítse a kötelességét. Nem számít, milyen áron. Haladjon tovább. Uram. A franciák nincsenek mellette. Megálltak a Giselle Stella vonalnál. Azt akarom, hogy tartsa meg a frontvonalunk közepét, amíg a többiek felzárkóznak. Október másodika. Szvörszki. Uram? Takarja le a halottakat. Többé ne lássam, hogy fedetlenül hagyja őket. Értettem. Több gyógyszerre volna szükség, uram.
térképet. Százados. Rendbe jövök. Beszéltem Alexander tábornokkal. Azt mondja, a franciák már előttünk vannak. A hadosztály többi része tőlünk jobbra halad. El kell foglalnunk a Charlevoix-malmot. Gedicki őrmester szerint van egy gyenge pont, ahol áttörhetünk a német védelmen. Nos, egy próbát megér. Csin hozzám! Nincs elég kábelünk, hogy elérjen a malomig. Fel kell állítania egy álcázott rádióállomást. Futárokkal tartjuk majd a kapcsolatot. Tartsa a vonalat. Üzenem, hogy támadunk, és küldjenek ide ellátmányt, lőszert, vizet és orvosi felszerelést. Igen, uram. Vezetem az első szakaszt. Futárt küldök, ha felérünk. Értettem. Üzenem a századosnak, hogy hozza a többieket. Itt várunk. Mozgás, gyerünk! Lipaszti! Téged kerestelek. Itt vagyok. Adnál nekem is egyet? Üzenetem van az őrnagytól. Felejtsd el, nincs vonal. Hárman is kimentek, egy sem jött vissza. Lövéseket és robbanást is hallottam. Szerintem a fricek bekerítenek minket. Megjegyezted? Igen. Milyen odafent? Mennyei. Szereztünk egy rezes bandát és egy csapat gyönyörű lányt. Nem való az még neked. Gyorsan tanulok. Segítsek visszahozni. Parancsom van. Maradok. Vedd el ezt is. Nekem nem kell. Kösz. Hogyan? Svliang. Biztos, hogy a franciák visszavonulnak? Néhány szakaszuk már korábban visszatért a sáncokhoz. Ha nem segítenek a támadásban, vissza kell vonulnunk. A szállásomon leszek. Parancs minden egységnek a visszavonulásra. Van hír Whittlesey-ről? Nincs vonaluk. Próbálja elérni. Tudnunk kell, hol a zászló alja. Igenis. Őrnagy! Elvágták a rádióvezetéket. Csin kint maradt. Richards közlegény! Hány galambunk van? Négy, uram. Küldje az egyiket. Nem te, Seremi. Te velem maradsz. Ne aggódjon, uram. Okos kis angol posta galambok ezek. Elviszik az üzenetét. Das 254. Hessische Reserveregiment berichtet von ständigen Gefechten mit einer amerikanischen Truppe von unbekannter Stärke. Wo? An der Charlevoix-Mühle. Versuchen Sie, sich zurückzuziehen. Nein, Sie graben sich ein. Das ist Wahnsinn. Wenn die da bleiben, können wir sie umzingeln. Jetzt, wo die Franzosen und die Amerikaner
bereits aufgehalten worden. Herr General? Was? Ich habe 7 Jahre in Amerika gelebt. Die Amerikaner halten sich für unschlagbar. Wir müssen diese Einheit zerstören, bevor ihre Kameraden nach ihnen suchen. Schicken Sie die Infanteriereserve nach Chalvaux. Heute Nacht, Major Prinz. Ich möchte wissen, ob es Dummheit oder Tapferkeit ist, was diese Amerikaner antreibt. Jól van, Pajti, hazaértél. Tábornok! Whittlesey őrnagy eljutott a Charlevoix-malom vonaláig. Lehetetlen! Azt kérdezi, hol a hadosztály többi része, és hol vannak a franciák. A parancs szerint tartja a helyét. Úgy tűnik, hogy csak Whittlesey és a városi katonái tudták végrehajtani a feladatukat, és ezért most egyedül néznek szembe az egész német hadsereggel. Nem is rossz egy ügyvédtől. Az egyik járőr hallotta a fricek teherautóit az éjjel. Gondolom, megpróbáltak bekeríteni. Azt nem engedhetjük. Kapcsolatba lépett már a csapatainkkal? Nem. Még nem. Uram, szűkösek a készleteink. Elfogy az étel, a víz. A halottak lőszereit kell begyűjteni. Takarják le a holtakat. Küldjön ki néhány futárt, hát ha elkapták a madarat. 3 embert, más-más úton. Október 3-a. Jean! Jean! Sajnálom, öreg. Hol a pokolban voltatok? Azt mondja meg maga, honnan jött. Whittlesey 308, maguk az erősítés? Nem, ez a K-század, 307-esek. Egész éjjel a kiutat kerestük. A fricek be akarnak keríteni. Arra ne menjen, ott még több van. Akkor honnan jött katona? Mondom, 308-asok. Nem, úgy értem, hol a százada? Ott, ahol lennie kell. Mi nem kúszálunk az erdőben, mint egy turista a 14. utcában. A parancs az volt, hogy foglaljuk el a malmot, hát megtettük, és most várjuk az ellentámadást. Ez nagyszerű közlegény. Már amúgy is belefáradtam az örökös bujócskába a fricekkel. Jó. Előre, katona. Mutassa az utat. Őrnagy? A támadás kemény lesz és szervezett. Várják, hogy felszálljon a köd. Nem harcolnak ilyen időben. Château de Diabnál még éjjel felkészültek a támadásra, és reggeli közben törtek ránk a mocskok. Emiatt nem kell aggódnia. A katonáim vasszögeken is elélnek. Kávé nélkül. Azt hiszem, hogy igaza van, hadnagy. Jó ötlet. Uram? Rakjanak tüzeket. Dobjanak a tűzre kávés zacskókat. Így a németek azt hiszik majd, hogy még reggelizünk. Igen, uram. Úgy tudom, a friceknek rendes szállásaik vannak. Tekepálya, étterem, vetett ágy. Az a tiszteké, nem a magunk fajtái. Ott nincsenek magunk fajták. Honnan tudnád te a smuki? Te ne smukizz engem, jó? Mégis kivel harcolunk itt, ha minden friss tisztekézik, vagy éppen étteremben ül? Fura figurák vagytok ti zsidók ott a csatorna túlpartján. Mi Bushwickban sosem panaszkodunk. Nem túl szívderítő ám a brooklyni élet. Szerintem pedig almás pitéjük és sörük is van. Sör? Sörről eddig nem beszéltél, miféle lötyöt isznak? Mit érdekel az téged, hogy mifélét? Válogatnám. Az nem is olyan rossz. Hm? Felejtsd el. Na, te boltodban nem küldök majd senkit, Rosen. Egész életedben gombokat varsz majd. Már ha hosszú életem lesz. Hallod ezt? Thank you.
Csin közlegény! Jelentkezzen! Semmi. Közlegény. Charles Protosinski. Hátra a reteszt. Húzza vissza. Most a lőszert. Mint a kiképzésen. Most tolja előre. Most már tüzelhet. Ne hagyja el a helyét, Jodör közlegény. Protosinski jól csinálja. Igen, őrnök. A gyengélkedő területét! Ne hagyja nekik, hogy megkerüljenek! Igenis! Vissza! Vissza! Alakzatba! Chief Peter, hallasz engem? Uram, a bal oldalt áttörték. Lerohannak minket. McMurtry százados felé tartanak. Vigye a katonák harmadát McMurtry századoshoz, most! Senk hatagyra ki kell tartania. Az égnek. Előre! Gyerünk előre! Rajta támadás! Gyerünk balra, gyerünk! Előre! Utána! Előre! Gyerünk, fiúk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Mozgás! Most mindent elkapom! Üdvözlet New Yorkból! Előre, közlegény! Holdörmen százados. Charles Whittlesey őrnagy. Uram, sajnálom, de nem mi vagyunk az erősítés. Vissza akartunk vonulni, de elzárták az utat mögöttünk. Jobbkor nem is jöhetett volna százados. Így igaz, uram. Uram, alig 80 katona van a századomban, és ha nem sértem meg, uram,
A németek nem igazán örülnek, hogy itt vagyunk. Nos, jobb, ha hozzászoknak. Igen, uram. Gyerünk. Majd én. Nem. A sérülteknek víz kell, nem várhatnak tovább. Gedikő őrmester, állítson őrt ide. Lőjék le, aki megpróbál lejutni, amíg nincs meg az orvlövész. Igenis. Itt vagyunk. Ez a német front. A hadosztály többi része tőlünk jobbra van a gerincen túl. A tábornok szerint a franciák balra haladnak. Senk hadnagy, Gedikő őrmesterrel és a szakaszával keressék meg a csapataikat. Kérdés? Nincs, uram. Menjenek. Miért használunk francia fegyvert? Amerikai vagyok. Adjanak hazai puskát. Nem vagy amerikai, Krotoszinski. Dehogy nem. Sikerült a teszt. Milyen teszt? Amit az Ellis szigeten írtuk. Te nem írtál? Nekem nem kellett, mert jóképű vagyok. Különben is, ettől nem leszel amerikai. Legfeljebb állampolgár, akit aztán besoroznak és ide küldenek. Hé! Hey. Amerika miatt jöttem a frontra. Lengyel vagy. Csak Amerikában vagyok lengyel. De otthon csak zsidó vagyok, aki egy lyukban él és a németek csizmáit készíti. Megvan a teszt, Lipaszti. Azt mondták, hogy bármi lehet belőlem. Ne mondd, hogy nem vagyok amerikai. Sikerült a teszt. Hol van a szakasza? Lerohantak, uram. A tábornok azt mondta, a franciák mellettünk vannak. Nincsenek. És nem is voltak. Megkerítettek minket őrnök. A katonák is tudják. Ha kitartunk, ők is kitartanak. Mit gondolnak, miért akarják a németek így ezt a malmot? Ezen a helyen veszélyt jelentünk az egész vonalukra. És nem akarják, hogy itt legyünk, nem igaz? Igaz. Igaz, uram. Tehát maradunk. Ez a parancsunk, és betartjuk. Hetvenhetedik amerikai hadosztály főhadiszállás. Johnson ezredes, mi hír az eltűnt zászlóajról? Beatles-i őrnagy nem tűnt el. Tudjuk, hogy hol lehet most, csak nem érjük el. Ki a felelős? Senki nem felelős. Ilyen a háború. Ilyen volt, és ilyen is lesz. Üzenet érkezett az őrnagytól. Visszaverték a támadásokat, és reggel újabbra számítanak. Körülvették, de szándékában áll a végsőkig kitartani. Október 4-e. Tudod, én sejtem, hol lehet az átkozott orvlövész. Igen? Ha csak egyszer felbukkanna, szerintem elkapnám. Hogyan veszed rá, hogy előbújjon? Kellene egy csali. Katona! Őrnagy! Nem látjuk a lövészt, elrejtőzött, de van egy tervünk. És kell a víz a sérülteknek.
Wenn Sie nicht aufgeben, müssen Sie vernichtet werden. Die amerikanischen Streitkräfte greifen ohne Rücksicht auf Verluste an, um diese Männer zu befreien. Wenn Ihnen der Durchbruch in die Argonne gelingt, ist das eine Katastrophe für uns. Wir benötigen Spezialeinheiten. Die Stoßtruppen. Sie werden Ihre Stoßtruppen erhalten, Major. Levesszük a halottak kötéseit, hogy elláthassuk a sebesültjeinket. Ez itt egész jó. Még csak egyszer használták. Keressen magának cigarettát, őrmester. Az jó lenne. Istenemre jó, de nem fosztom ki a halottakat csak azért, hogy rágyújthassak. Nem értem, miért maradunk továbbra is itt, uram? Erről nem nyitok vitát, őrmester. Uram, ott voltam Pershing tábornokkal, amikor Pancho Villát üldözte egy éven keresztül. Ön jó tiszt őrnagy, de más ember. Néhány dologban olyan, mint ők. Nem ezért ért, otthon várja az élete. Mindig őszinte volt velünk, őrnagy. Tényleg azt hiszi, hogy érdemes harcolnunk ezért a helyért? Az olyanoknak, mint Alexander tábornok, ez az igazi élet. Nem veszik észre, hogy a világ, amit eddig ismertünk, már szétesett, és arra vár, hogy eltemessék. Gondolja, hogy ezek a katonák visszatérnek a régi életükhöz, ha ennek vége? Ha kitartunk, talán véget vethetünk a háborúnak. Ellenőrzöm a katonákat, uram. Egy ideig még itt leszünk. A tábornok parancsa, tüzeljenek ezekre a koordinátákra, hogy támogassuk az őrnagyot. Ellenőrizte az adatokat? Kétszer. Egy úsot! Figyelem! Záró tűz! Tűz! Begombolni. Hadnagy, átkutathatom a halott fricceket egy kis élelemért és vízért. Maradjon a helyén. Szólok a portásnak, hogy hozzon fel valamit. Pesgőt is küldjön, hadnagy. Megmondom majd, hogy jól hűtse be. A mieink! Ez a hátunk mögül jön! A tüzérek! A tüzérek! Ez az, gyerünk! Tényleg a mieink azok! Imádom a petárda árusokat! Imádom! Sebesülteket fedezzék be! Induljon! A földre! Bukj le! Mi a felét csinálsz? Bukj le! Ah!
közlegény! Hol van Richard? Ide, uram! Uram! A francba! Sajnálom, uram! Ezt juttassa ki! Állítsd meg az ágyusokat, Jeremy! Képes vagy rá! Leg! Ant! Maradjanak itt, katonák! Figyeljenek, vagy különben a németek a hátunkba kerülnek! Hadnagy, kövessen! Veled meg mi történt, kis öreg? Ezredes, üzenet! Olvassa! A tüzérségünk záró tüzet zúdít a fejünkre. Az égszerelmére állítsák le, Whittlesey! Whittlesey? Tüzet szüntes! Tüzet szüntes! Adja a tüzérséget! Tüzet szüntes! Ez egy parancs! Értette? Chase! Tüzet szüntes! Tüzet szüntes! Ne lőjetek! Ne lőjetek! Thank you.
LKW! Schnell, schnell, schnell! Warum haben die Amerikaner nicht aufgegeben, die doch eingekesselt sind? Ich weiß es nicht. Ich habe die Ausrüstung ihrer Toten untersucht. Sie hatten kein Wasser, kein Essen. Einer von ihnen hatte gerade noch 3 Patronen, ein anderer gar keine. Sie haben keine Munition mehr. Eigentlich müsste dieser Kampf vorbei sein. Ich fürchte, solange sie sich inmitten unserer Linien befinden, werden die Amerikaner und die Franzosen weiterhin angreifen. Vernichten Sie die Truppe vor Ihnen, sodass wir diesen Wahnsinn beenden können. George, ez aztán nem semmi. Gondolom, kivehették volna, de persze nem szerencsés itt egy ilyen nyitott sebben járkálni. Nem is baj. Anyám nyaggatott, hogy akasszam fel valahová sapkámat. Örnagy, felolvasna a Bibliából, kérem. Te benned, bízom, uram, ne szégyenüljek meg soha. A te igazságod szerint ments meg, és szabadíts meg engem. Hajtsd hozzám füledet, és tarts meg engem. Légy sziklaváram, ahova menekülhessek. Szüntelen rendelkezzél a megtartásom felől, mert kőszállam és erősségem vagy te. Én, Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből, a hamisnak és kegyetlennek markából, mert... Uram, uram, üljön le! Hogy van? Hát, csak egy karcolás. Van itt egy kis meleg vizem. Így van. Köszönöm. Szívesen. McMurtry mondta, hogy régebben ügyvéd volt. Igen, így van. Én régen jogszabályokkal viaskodtam. Tudja, őrnagy, én is McMurtry hivatásos katonák vagyunk. Ha nem itt háborúzunk, hát máshol. De ő maradhatott volna a tábornok mellett. Nem hiszem, hogy szívesen dolgoznék a tábornokkal együtt. Nem örült neki, hogy ide küldte? Nem. Nos, hát tényleg így érez. Miért van itt? Egyszerű lenne az élet, ha magunk dönthetnénk a kötelességeink felől. De nem így van. Nem helyes. Ezért vagyok itt. Hadnagy. Princ őrnagy vagyok. Nem enne egy kicsit? Párott hús van. Köszönöm. Túl sokat vacsoráztam, és tele vagyok. Akkor így van egy csésze kávét. Dohányzik? Rossz szokás. 7 évig éltem az országunkban. Elismerem, remek dohánytelem arra felé. Van még bőven. Talán valamikor átjöhetne vacsorára is. Szóval van elég élelmük és dohányuk is. Dupla ellátmányunk van mindenből. Lehet, hogy nem túl sok, de 1400 embernek bőven elég. Maguk amerikaiak mindig nagy készleteket halmoznak fel. Mindegy. Hamarosan megadják magukat. Én nem hinném. Ilyen makacsuk a tisztjeik. Értse meg! Nem érkezik az utánpótlás. A kiküldött járőreiket egytől egyik megöltük. Halljuk a sebesültjeik jajgatását, hadnagy!
Nem szégyen, ha megadják magukat. Önnek nem az. Nekünk igen. Ezt hogy érti? Ebben a seregben őrnagy. Van egy csomó ír. Lengyel, digó és zsidó gangster New York Cityből. Nem hátrálnak meg. Soha. Az ászló a malom környékén van. Találja meg! Október 5-e. Szerencsétleneket tegnap a saját tűzérségük lőtte. Meg lesznek! Kész van. Még nem. Amúgy miért kéne megosztoznunk? Mert én lőttem le, akitől elvette. Az nem fontos. Többet nem szólok hozzád. Hey, Odör! Milyen az élet egy farmon? Big Forkban. Mit csináltok szombat este? Elég sok mindent. De korán le kell feküdnünk, mert vasárnap templomba megyünk, utána pedig énekelünk. Oké, és péntek este? Péntek este? Hogyan szórakoztok, Jodör? Hé, miért nem szólítasz Bobnak? Az ki? Ő az, te hülye olasz, sohasem hallottál még a keresztnévről. A te neved közlegény, és egész életedben az marad, Rosen. Sosem lesz belőle tizenes. Én inkább újra civil lennék. Néha napján táborozni megyünk. Az hogy lehet, ha egy vidéki fák közelébe kerül, rögtön táborozni akar? Mit csináltok táborozás közben? Kint alszunk és tábortűzön sütünk. Ahol csípnek a bogarak, és nem lehet fürdeni. Ettől lesz jó. Hallod, Rosen? Nekünk most jó. Hé, én nem élvezem. Megint az örökös sajnálkozás. Így soha nem viszed majd semmire. Anyád nem lehet majd büszke rád. Eltaláltam. Hé, hey, Odör! Add a csajkád! Mozogj! Tessék, Pajti. Jó étvágyat. Kösz. Százados. Uram. Szedjen össze mindent. Értettem. Közlegény, elég lesz. Takarja le őket és pihenjen. Wissen Sie, wo wir sind? Dann wissen Sie auch, wo Ihre Leute sind. Ez egy angol repülő! Angol repülő! Gesichtet. Legt an! Ja!
földre, és maradjanak ott! Talált valamit. Megvan a helyzetük! Figyelem! A hadosztály megpróbál elérni minket. Pontosan tudniuk kell, hogy hol vagyunk. Eddig minden egyes futárunk vagy eltűnt, vagy meghalt. De az eső... talán elég fedezéket nyújt. Önkénteseket kérek. Majd én. A háború előtt már majdnem összejött. Ilyen közel voltam egy remek kis munkához. Szállodai liftes fiú. Gyakoroltam a szép kiejtést is, hogy bekerülhessek. Felfelé, harmadik emelet. Jó estét, jó reggelt. Urak és hölgyek közt dolgoztam volna. Igazi egyenruhában, az oldalán végig arancsíkkal. Tiszta kézzel és nem fájós háttal, mint a többi digó hordár az utcánkban. Mi történt? Hogy mi történt? Ez történt. Gondolod, megvár az állás, amíg hazaérek? Én is ládákat cipelek majd, mint a többi vesztes. Soha többé nem tudunk majd felzárkózni. Eljössz Montanába, ha ennek vége, és gondom lesz rá. Viccelsz? Életemben nem ültem még lovon. Akkor olyat kapsz, amin még nem ültek. Tényleg segíteni a cowboy? Én még sohasem lifteztem. Honnan kerít a sereg ilyeneket, mint te? Önkéntes vagyok. Ó, Pajti, önkéntes! Miért? Mi az? Én is. Te is önként jelentkeztél? Nagy marhák vagyunk. Százados. Utassák át a németek táskáját. Hát, ha találnak élelmet a sérülteknek. Igen, uram. Semmi baj, nyugalom! Nyugalom, minden rendben, oké? Nyugalom, nyugalom, ez a tied, nálad marad, oké? Semmi baj. Hincs! Hincs! Találtam! Jézusom, Hincs! Hincs! Nicht schießen! Adja hát ezt az üzenetet tőlem, a parancsnokának. Nem hiszem, hogy menni fog, uram.
Inkább maradna hadifogoly? Nem, uram. De először elkapnak, aztán futárnak használnak. Nem hiszik majd azt, hogy kém lettem. Nem. Ön és a társai igazán bátrak. Irigylem a parancsnokát, hogy ilyen katonái vannak. Nézzen ki. Mentse meg őket. Értem. Október 6-a. Őrnagy! Ne lőjenek! Ne lőjön! Ne lőjön! Viszlát, öreg! Auf Wiedersehen, kamarád! Üzenetet hoztam a Fritzektől, uram! Hogy bántak magával? Jól, uram! Bekötöztek és enni is adtak. Hallott valamit Leak hadnagyról? Fogva tartják, uram, de jól van. Jó. Pihenjen, közlegény. Köszönöm. Kell egy puska. Azt írja, Hallingshead közlegény jó katonához méltóan a német tisztek egyetlen kérdésére sem válaszolt. A sebesültjeik jajgatása idáig hallatszik. Számítok az emberségére, adja fel a harcot. Figyelembe véve jelenlegi körülményeiket, minden ellenállás hasztalan. Princ őrnagy. Tudja mit? Szerintem félnek tőlünk. Másképp nem írták volna ezt. Mi lesz a válaszunk, őrnagy? Elfogadhatatlan. Hogy van? Soha jobban. Leak hadnagy. Jó katona. Texasi. 60 emberünkkel végzett a saját tüzérségünk. Kevesebb, mint 200-an maradtunk. Nem tudom, hogy bírják majd. Ne temesse őket, százados. Tegnap előttig egy kínai volt a rádiósom, és egy indián a futárom. Meghaltak, de nem ez a lényeg. Ezek az olaszok, írek, zsidók, lengyelek, sosem fogadnának fel ügyvédnek. Mind másképp látjuk a világot. De azt hiszem, soha többé nem szolgálunk majd jobb katonákkal, emberekkel, mint ezek a fiúk. Őrnagy, ott voltam Teddy Roosevelt katonái között. De sosem volt jobb parancsnokom, mint ön. A katonája tüzön keresztül is követnék magát. Köszönöm, George. Október 7-e.
vonalba! Előre! Rohadta! Így egyet sem találsz el! Szerez még lőszert! Gangsterek. New York-i gangsterek. Hülye, Digo, azt hittem bajod esett. Itt a lehetőség, Rosen. Kórházba kerülök, dövérkék közé. Mondtam már, milyen kedves tudok lenni. Amilyen béna vagy, úgy is elrontod. Igazad van. Sajnálom, Pajti. Embereit a jobb szárnyra!
Vitlisze őrnagy! Minden katonája dicséretet és előléptetést kap. Nem csoda, hogy a repülőink nem akadtak magukra. A tűzérség így is elég pontos volt, uram. Hol a zászlóaj többi része? Gediki őrmester testéből semmi sem maradt. Senk hadnagy szakasza még kint van valahol. Elküldtem a franciákhoz, akikről azt mondta, már előttünk járnak. Ezek elfogadható veszteségek. Nekem nem, uram. Megértem, hogy sajnálja az embereit. Azt mondta, hogy már előttünk vannak, és azt parancsolta, hogy támadjunk. Azt is mondta, hogy lesz rendes utánpótlásunk. Ezt elfogadhatónak tartja? Igen, elfogadhatónak. Sikerült áttörni a német vonalat, mert maga helyt állt itt. Olyan volt nekik, mint egy repesz a hasukban. Őrnagy, ön nagyszerű munkát végzett itt. De amíg ön 600 embernek parancsolt, én 20 000-et küldtem harcba. Ez a mi sorsunk. Teherautók jönnek az embereiért. Pokoli lehetett. Sosem tudja meg, mind mentek át. Vagy mire volnának képesek. Jobbak magánál tábornok. Jobbak nálam is. Sokkal jobbak. Jöjjön az autómhoz és hozza magával a tisztjeit. Ez elfogadhatatlan, uram. Az ászlóhajjal maradok. Megértettem. Emberek! Kövessenek! Vitlisze őrnagyot, Holderman századost és McMurtry századost kongresszusi becsületrenddel tüntették ki. Krotoszinszki közlegény megkapta a kiváló szolgálatért járó keresztet. Seremi, a megsebesített postagalamb, amely sikeresen kijuttatta a frontról az üzenetet, melyben a tüzérségi tűz leállítását kérték, ma megbecsült helyet foglal el a Smithsonian Múzeumban. Vitlisze makacs ellenállása mélyen a német területen belül a határozott amerikai támadással párosulva segítette a német védelem áttörését. Az őrnagy több mint 500 katonát vezetett az Argonne erdőségbe. 5 napos ostrom után kevesebb mint 200-an hagyták el a hadszínteret. 5 héttel később véget ért a világháború.